fogod, berakod egy kemencébe, ott hát van olyan eljárás, ami különböző hőkezelést ad neki, és akkor 180 foktól 250-ig úgy módosítja, meg úgy térhálósítja a gyantát, ahogy akarod. A repülőgép tervezés gyakorlatában ismerkedhettek meg a Szekszárdi Garai János Gimnázium diákjai. Nem is akárkitől hallhattak ezzel kapcsolatos információkat, az előadó ugyanis nemrégen még szintén ezeket a padokat koptatta. Egy pályázati programot valósítunk meg a mai napon, egy pályaorientációs pályázati programot. Ennek keretében mozgóplanetáriumot rendeztünk be a tornacsarnokunkba, illetve egy fizikai, egy interaktív fizikai kiállítást is láthatnak a diákok még a mai napon. A kortárs csoportot nagyon érdemes bevonni ezekbe a programokba, mert nyilván korban minél közelebb áll a mostani diákokhoz a szakmát bemutató, az annál hitelesebb a fiatalok számára, úgyhogy mi érünk ezzel a lehetőséggel, és hogyha van ilyen jelentkező diákunk, minden évben megkeressük őket, volt diákjainkat, akkor ők ezt szeretettel vállalják, ezt a felkérést is. A pályaorientációs nap kiváló lehetőséget kínált arra, hogy a hamarosan az egyetemi éveiket megkezdő felsőévesek testközelben ismerkedhessenek meg egy-egy hivatással. Első körben a katonai honvédelmi bemutatón voltam, mert nagyon érdekel a honvédség, a honvédelem. Ez nagyon jó volt szerintem, egy teljes körű tájékoztatást kaptunk arról, hogy a honvédségen belül milyen szakok vannak, és mi lehetsz, hogyha egy ilyen pályára szeretnél menni. Illetve a fizikai előadásom voltam a planetáriumban, ami nagyon érdekes volt szerintem. A Földünk eredetéről, illetve a csillagrendszerekről tudhattunk meg többet. Kiskorom óta ez egy nagy álmom, hogy a honvédségbe bekerüljek a katonaság, de számos probléma ütközött fel, mikor utána kezdtem járni ennek a dolognak, ugyanis ugye különböző felvételi típusok vannak a katonaságon, és ilyen például az orvosi rész, amelyen valószínűleg megbuknék, úgyhogy nagyon gyorsan új célt kellett találnom magamnak. Jogra szeretnék menni. Jogi egyetem, jogi pálya. Nagyon sok lehetőség van a jogi egyetemen belül is, ugye jogász, ügyész, bíró, stb. Számomra leginkább a nyomozóügyészi pálya tetszett meg, amit megtudtam, hogy 2018-al egybe olvasztottak a bűnügyet, tehát nyomozóügyész már talán nem leszek, de hogy valamilyen pálya a bűnügy nagyon érdekel. Ez egy nagyon jó lehetőség az iskolán belül, a Garai Gimin belül, mert minden évben megrendezik ezt az orientációs napot, ez a pályaorientációs nap keretein belül, és tulajdonképpen bármivel megismerkedhetsz. Én voltam már jogi előadáson, fizikai előadáson, mint említettem, honvédségben. Az interaktív pályaorientációs napnak már több éves hagyománya van itt. A szervező pedagógusok minden évben igyekeznek olyan előadókat hívni, akik igazán érdekes szakterületeket mutatnak be a garai diákoknak. Az egyetemek közül a PTE összes kara itt van a mai napon az iskolában. Rajtuk kívül a felsőoktatási intézmények közül a SOTE, tehát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem is küldött képviselőt, egy volt garai diákunk jött vissza a mostani garai diákoknak tájékoztatót tartani, illetve szülőket is bevontunk a programokba, például pszichológia, pszichiáter szakterületet mutat be az egyik szülő, a másik szülő az egyik osztályunkat a Szekszárdi Borvidékkel ismerteti meg. Végzős osztályba járok, engem legfőképp a turizmus érdekelne, ezzel szeretnék tovább menni, nagyon emberközpontú ember vagyok, és szeretek társaságban dolgozni, illetve emberekkel foglalkozni, főként rendezvényszervezés érdekelne. A pályaorientációs napon lehetőségem nyílik arra, hogy körbenézzek ezeken a szakterületeken, például a gazdasági egyetem, ezen belül a turizmus része. Több egyetemet néztem már, például a Pécsi Tudományegyetemet, Pesti Közgazdasági Egyetemet. Ezeket néztem meg, amik főként érdekelnek. Nagyon jó ez a lehetőség, hogy az iskolában ilyet csinálnak, és hogy az ember ki tudja találni, vagy választani tud esetleg ezek közül.